Már javában zajlanak a felújítási és korszerűsítési munkálatok a Bai Szent István Német Nemzetiségi Általános Iskolában a nyári szünidő ideje alatt. Az intézményben önerőből megvalósuló állagmegóvást elősegítő rekonstrukciók elsősorban az épület belső tereit érintik. Tulajdonképpen, ahogy a tanévnek vége volt, elkezdődtek a karbantartási munkák, a diákoknak és a pedagógusoknak szünet lett, azonban az iskolának még a munka maradt. Az idei évben nem pályázati, hanem saját költségvetésből álljuk ezeket a munkálatokat. Elsősorban a folyosók, lépcsőházak lambériázási munkálatai zajlanak, illetve kint majd az udvaron egy rekordtáv futópálya kerül kiépítésre, az a napokban fog majd elkezdődni. Körülbelül a felénél tartunk a munkálatokkal, tehát a földszinti rész az nagyjából kész a lambériázással, nyilván apró munkák még itt is lesznek, várat magára még az emelet, és a rekordtámpálya is az a mai nappal indult, tehát augusztus 20-át lőttük be befejezési dátumnak, hiszen utána még a takarítás, a tanévkezdési munkák akkor fognak indulni, de ők már a pedagógusokkal együtt. A munkálatokhoz az intézmény udvarán egy távolugró hellyel ellátott, különleges anyaggal borított futópálya is kialakítása kerül, amely a helyben történő sportolásra és testnevelése alkalmas helyet biztosítja a gyerekeknek. Hát ez elsősorban a testnevelés órához fog kapcsolódni. Ez egy 100 méteres háromsávos futópálya, illetve egy távolugró gödörrel a végén. Így nem kell lemennünk a sportpályára vagy más helyszínekre, hanem tulajdonképpen az iskola udvarába tud lezajlani a testnevelés órák nagy része. A munkálatok befejezését augusztus végére tervezik, így az új tanítási évet már a felújított intézményben kezdhetik meg a tanulók.